Ma a Zsomborok névnapja van, úgyhogy nekik sok boldogságot, és mindenkinek szép napot, ráadásul a hét utolsó munkanapja a legtöbbek számára, hiszen péntek reggel. Nemes Gáborral kezdjük, ő a Közlekedési Érdekvédelmi Körök Szövetségének alelnöke. Jó reggelt kívánok! Hát van itt két ügy, nem tudom. Kezdjük azzal, amelyiken talán gyorsabban túljutunk, bár sokkal súlyosabbnak látszik első ránézésre. Ügyészségi vizsgálatot kezdeményeznek a BKV szakszervezetek, a BKK ellen, hogyha nem szüntetik meg az első ajtós felszállással kapcsolatos ellenőrzés rendjét. Mi zavarja önöket ennyire? Hát több minden. Az ügyészségi vizsgálat nyilván annak kapcsán merülhet föl, hogy tulajdonképpen civil ruhában öltözött ellenőrök, BKK-s munkavállalók hamis bérlettel próbálnak felszállni és kontrollálni azt, hogy a járvezető megfelelő éberséggel ellenőrzi-e ezt a folyamatot. Én azt gondoljuk, hogy itt két probléma van. Majd a buszvezető észreveszi, hogy hamis a bérlet. Például így van, és próbálja meg kiszűrni szerintük azt, hogy 50-100 féle bérlet vagy érvényes igazolvány közül melyik a hamis, melyik az igazi. Én azt gondolom, hogy ez nonsens elvárás. Itt két probléma merül föl, és a Budapesti Közlekedési Központnak azt kell eldönteni, hogy mi a fontos, az utazóközönség biztonságos elszállítása, vagy a jegyárbevétel. Vagy ha a kettő együtt, akkor olyan szabályzókat kellene megalkotni, amely ebben a kérdésben meg tud felelni, mint járvezető. Tehát jelenleg csak olyan szabályzás, belső szabályzás létezik a BKV-n belül, amely azt mondja ki, hogy a járvezetőknek az autóbusz megállókban vagy a villamos megállókban kizárólagosan csak az utas forgalmat, a le- és felszállás biztonságát kell ellenőrizni. Ekközben ugye megjelent ez az elvárás, ezt a folyamatot szeretnék kiszélesíteni, amelyhez nincsenek meg a feltételek. Egyébként, hogyha egy ügyes fénymásolatot készít valaki, és berakja egy tokba, egy műanyag tokba, de oly sokan használják ezt a BKV bérletet, legyen az bármilyen fajtájú, az látszik, hogy az hamisítvány? Én azt gondolom, hogy nem látszik. Éppen az ATV-ben készült nemrégiben egy olyan film erről az egész problémáról, amely azt próbálta bemutatni, hogy milyen rövid idő áll rendelkezésre a járvezetőnek arra, hogy mondjuk egy utas által felmutatott igazolványt kontrolláljon, vagy nem. Bent a fülkében, egy üvegfal mögött, azt gondoljuk a különböző fényviszonyok tekintetében is, nincs rá módja az, hogy egy néhány másodpercig felmutatott igazolványt a járvezető kontrollálni tudjon. Ráadásul úgy, hogyha az első ajtónál torlódnak az utasok, sokan kívánnak felszállni, ezáltal nő a feszültség az utasok és ezt a munkavállalók között. Ezt akartam mondani, hogyha az ember végig gondolja, hát áll a sor az ajtónál, jönnek sorba fel az emberek, és a buszvezető egyszer csak azt gondolja egy bérletről, hogy ez nem igazi, akkor elkezdődik a macera, miközben áll a sor hátul. Hát a vezető egyszerűbb, ha azt mondja, menjen befelé. És nem azért, mert nem fontos neki a BKV vagy a BKK érdeke, vagy éppen a tisztesség, hanem azért, mert nem lehet így dolgozni. Nem lehet így dolgozni, mégis komolyan ellenőrzik a járvezetőket, tehát ő kénytelen felszólítani az utast, hogy ebben az esetben hagyja a járvet, amennyiben persze nem hagyja, ugyanúgy el kell szállítania. Tehát ez a megoldás, én azt gondolom, hogy nem megoldás, és éppen ezért átgondolatlan, hogyha igazak azok az... De mit várnak el önöktől? Tehát azt várják el, hogy jöjjön ki a fülkéjéből, fogja meg az embert és rakja le a buszról? Én azt gondolnám, hogy ezt kifejezetten jelezném, és jelezzük is a járvezetőknek, hogy ne szálljanak ki a fülkéből, hiszen sajnos nem egy esetben különböző atrocitások érik. Még így is, hogy benn vannak a fülkében, hiszen akár az is előfordult, hogy fegyvert fogtak a járvezetőre az utóbbi időben. Az pedig sajnos napi jelenség, hogy különböző trágárszavakkal vagy egyéb módon illetik a kollégákat. Mit akartak a sofőrtől? Térjen el az útvonaltól, és menjen másfelé a buszon. Nem, amikor a járvezető kérte az utazásra szóló igazolványát, akkor egy felszállni szándékozó utas elővette egy fegyvert, és közölte a járvezető, hogy tulajdonképpen neki nem kell bérletet vagy jegyet felmutatnia. Nyilván valamilyen igazolvány is lógott a nyakába, de aztán a járvezető segítségre sietett egy utas, és tulajdonképpen komolyabb konfliktus nem alakult ki ebből a helyzetből. Egy hatósági ember volt? Hát ezt csak feltételezni tudjuk. De mi nem történt semmi után? Nem történt semmi. Szerencsére leszállt a járműről ez az utas. A járvezető pedig becsukta az ajtót és elhagyta a helyszínt. Természetesen jelentés született erről a dologról, de tudomásunk szerint kalandos életük van, bár ez ilyen kalandokra gondolom nem vágyik egy buszvezető. És akkor most mi lesz? Most akkor az ügyészséghez fordulnak, hogy nézzék meg, hogy lehet-e, van-e joga a BKK-nak erre kényszeríteni önöket egyrészt, másrészt, hogy hamis igazolványokkal kóvályoghatnak-e civilbe öltözött ellenőrök? A mai tárgyaláson is két szempontot tartunk szem előtt. Az egyik az, hogy nyilván nem tudjuk megakadályozni. A szerte Európában ez az első ajtózás, ez a jegyellenőrzés működik.
Igen ám, csak hogy a feltételek is biztosítottak. Tehát egyrészt mi azt gondoljuk, hogy nem zsebből, nem felső zsebből kellene elővenni a kollégáknak a jegykészletet, vagy nem a alsó zsebükbe kéne tárolni az apró pénzt, vagy a nem is a visszajárat, hanem az a bevételt, amit az utasoktól veszednek, hanem kellene egy pénztárkassza. A BKK folyamatosan arra hivatkozik, hogy nő. Van számtalan hely. Hát, de itt a városi közlekedésben nincs. A BKK ugye arra hivatkozik, hogy nő a jegyárbevétel. Hogyha nő a jegyárbevétel, akkor azt gondolom, hogy a szolgáltatók felé biztosítania kellene azt a pénzeszközöket, amely által föl tudják szerelni a járműveket pénztárgéppel, olyan tároló kasszával, ahol biztonságosan tudják ezeket a bevételeket tárolni. Én azt gondolom, hogy ez lenne a megoldás, és a szabályzásokat, tehát a egymásnak ellentmondó szabályzásokat fel kéne oldani. Mennyi dolgot áruljon el nekem? Ha én felszállok egy buszra, kell nekem ott áfás számlát kapnom a jegyvásárlásomról? Igen, hogyha ön egy ilyet szeretne kérni, akkor még ez plusz teherként jelenik meg a járvezetőnek, akkor szépen el kell kezdeni egy kis... És ha 10 utas száll fel a 7-es buszra, a Ferenciek terén, és 10 kér áfás számlát, hát akkor felborul, de azon a felborul a menetrend. Igen, ez is egy nagyon fontos része, hogy semmilyen idő nincs pluszként biztosítva a kollégáknak arra, hogy ez a plusz feladat, amit tulajdonképpen a BKK munkavállalói, vannak külön olyan munkavállalók, akik jegyet árusítanak, vannak olyan külön munkavállalók, akik ellenőrzik az megfelelő utazási jogosultságot. Mindezt a BKV járvezetőinek pedig egyszerre kell megtalálni. Nem akarok ellentételezés nélkül. Igazságuk bizonyítására létező legegyszerűbb az lenne, hogyha a kasszában nyúlnának, és mit tudom én, adnának 100 embernek pénzt arra, hogy vegyen jegyet, és kérjen áfás számlát a 7-es buszon a vezetőtől. Hát abban a percben vége a 7-es busz közlekedésének. Igen, azt gondoljuk, hogy mi nem szeretnénk tetézni a bajt, és nem szeretnénk talán a BKK olyan lépései útjába állni, vagy lépni, ami mi részünkre is csak az utazóközönségnek megnehezíti a dolgát. Azt gondolom, nem ez a célunk. A Budapesti Közlekedési Központnak viszont azt gondolom, hogy el kéne gondolkozni ezen, főleg úgy, hogy ha tervezik tényleg, hogy november 16-ától ki szeretnék teljes körülön az első ajtónál a jegy árusítást, akkor ez komoly problémákat fog okozni. Na de hát a BKK-val nem csak ez a baj. Hát a sajtóból értesültünk róla, mert hogy Tarlós István főpolgármester nyílt levelet írt Vitézi Dávidnak, hogy mindenféle baj van. Tehát a piros hullám, a buszsávok, a fővárosi közlekedés szervezetlensége, mi akik a fővárosban élünk egyébként szerintem javarészt ezt aláírjuk. Na azt nem értem olyan nagyon, hogy Tarlós István, ha a főnöke Vitézi Dávidnak, akkor miért a sajton keresztül üzenget, miért nem hívja be a szobájába, vagy miért nem rúgja ki, hogyha elégedetlen. Ez miről szól ez az ügy? Nyilván, mint szakszeti vezető azt gondoljuk, hogy mi függetlenül szeretnénk ettől a egymás közöttük vitájától maradni. Hát de nem is azt kértem, hogy álljon egyik vagy a másik oldalára, hanem érti ezt? Én azt gondolom, hogy nem értem. A mi oldalunkról nagyon sokszor tapasztaljuk azokat a szakmaiatlan döntéseket, amely a Budapesti Közlekedési Központ részéről születik. Mi magunk is jeleztük egyébként a főpolgármester úrnak azokat a problémákat, ami akár a buszkiszervezés, akár egy jegyárusítás, akár egy jegyenezés kapcsán felmerülhet. Na, Tarlós Istvánnak nem ezek voltak a bajai, neki a buszsáv, a piros lámpa, a piros hullám. Igaza van egyébként. Én azt gondolom, hogy igaz, nem ilyen formán kell azt a célt elérni, hogy a közösségi közlekedést válasszák az utasok, vagy adott esetben a személyautóvezetők, vagy a magánsofőrök, magánvezetők, hanem olyan színvonalas közösségi közlekedést kellene megvalósítani, amely által maguk válnak motiváltak azok az emberek, akik személyautóval járnak. Tarlós István a főnök egyébként Vitézi Dávidnak? Én azt gondolom, hogy igenis, meg nem is, elviekben igen. Tehát ő nevezi ki, és ő váltja le. Hát én úgy tudom, hogy a közgyűlésnek van ebben e tekintetben hatáskör. Akkor ez még csak egyelőre a levelező szakkör. Azt gondolom, hogy igen. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Én is köszönöm a lehetőséget.